úgy tűnik, hogy nagy érdeklődésre támadt tart a turisztikai minősítések rendszere. Megtelt a Naturmed Hotel Carmona konferencia terme magán és egyéb szállásadókkal, akik a Hévízi Turisztikai Egyesület és a Hévízi Szobakiadók Szövetsége szervezésében interaktív workshop keretében tájékozódhattak a turisztikai minősítés rendszeréről, alkalmazásáról és gyakorlati tudnivalóiról. A Hévízi Turisztikai Egyesület kapott megkeresést az MTMT-től, ami egy nem egy varázsszó, hanem a Magyar Turisztikai Minősítő-Tanúsító Testületnek a felkérése, amely arról szólt, hogy ugye ez év december 31-ig a szálláshelyeknek, az egyéb szálláshelyeknek és a magánszálláshelyeknek is regisztrálni kell egy bizonyos minősítésre. 1, 2, 3, 4 és 5 csillagos szálláshelyek külön is meg lesznek jelenítve. A workshop részeként Lajkó Ferenc a Hévízi Szobakiadók Szövetségének elnöke az Egyesület aktuális tevékenységeiről és a magánszállásokat érintő változásokról is beszélt. A Magyar Turisztikai Ügynökség előírása szerint januártól ugyanis minősítetniük kell magukat a magyarországi szállásadóknak, hogy a vendégek már a tájékozódáskor tudják, mire számíthatnak a kiválasztott pihenőhelyen. Nagyon sokan kerestek már a hévízi szállásadók közül is, hogy mit érdemes erről tudni, mikor kell jelentkezni, minek kell megfelelni. Úgyhogy nagyon nagy öröm a számomra, hogy itt Hévízen tudunk egy ilyen rendezvényt tartani, ahol a felmerülő kérdésekre is választ tudnak kapni a szállásadók. Nagyon fontosnak tartjuk a korrekt vendégtájékoztatást. Horváth István a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület senior auditora, a magán és egyéb szálláshelyek regisztrációjával, minősítésük módjával és lehetőségeivel ismertette meg a szállásadókat. Szót ejtett a helyszíni ellenőrzésről és a bírálat szakaszairól is. Az eddigi tapasztalatok alapján zömében új szálláshelyeken voltunk, ahol újonnan nyitó szálláshelyeknél, ahol minden új volt, kész volt, és felkészültek a minősítésre, és most jönnek igazából a mára működő szálláshelyek, akiknek kevesebb tapasztalatuk van, régóta csinálják, és teljesen új nekik ez az új feladat, és ebben szeretnék most segítséget nyújtani, hogy mindenki tudja teljesíteni ezt a követelményt. Az eljárástól a szakemberek az eredményesebb vendégforgalmat és a színvonal egységes emelkedését várják. A Hévízi Turisztikai Egyesület 2 hét múlva a szállodákat és panziókat látja vendégül egy hasonló workshopon.